Szigetvári Viktorral beszélgetünk, aki az Együtt elnöke. A diaszpora lenne a mai beszélgetésünk témája. Az elmúlt időszakban a pártok részéről nem különösebb érdeklődés fordult a diaszpora felé, különösen a szocialista kormányok idején, talán most a Fidesz kormány elmúlt 4 évében valami fajta közeledést látható ezen a területen. Van a Körösi Csoma program, amire körülbelül 1 milliárd forintot költenek, hogy ide kiküldjenek ösztöndíjasokat a világ különböző országában, a diaszporában. Hogyan látják önök az Együttnél, hogy a diaszpora mennyire mostoha gyermek a magyarországi pártok között? Hát én is köszönöm a lehetőséget. Ugye messziről indulva az kétségtelen, hogy ennek a 20-25 éves történetében az új alkotmánnyal, az új alaptörvénnyel alapvető változások álltak be, de ennek ellenére, vagy ezzel együtt nyilván a magyar állandó értekezletnek a helyzete is átalakult, megerősült az utóbbi időben. Ugyanakkor azért azt kell hangsúlyozni leginkább független a pártpolitikától, hogy szerintem az idő az rá fogja kényszeríteni az összes magyar politikai pártot arra, hogy a diaszpórában élő, ilyen-olyan módon Magyarországot döntően nyilván akár Ausztrália, akár az Egyesült Államok, akár Kanada, vagy más helyek fele elhagyó emberekkel és azokkal, akik már korábban szüleik, vagy akár ők maguk hagyták el ezt az országot, kapcsolatot tartson. Nem feltétlenül csak azért, mert most már van, akit ebből a közösségből szavazati jog illet, hanem hát azért, mert Magyarország egy olyan helyzetben van, hogy még sajnos jó pár évig, évtizedig valószínűleg veszíteni fogja továbbra is a magyar állampolgárokat. Ebben a helyzetben szerintem felelőtlenség volna nem foglalkozni ezzel a kérdéssel, azzal együtt, hogy soha nem a magyarországi kormány tud, sosem a magyarországi kormány fog közösséget szervezni egy diaszporában élő magyarságból, mert azt ők maguk ott vagy megteszik Kanadában, vagy nem. Ugye mi magyarok, ha ketten vagyunk, akkor biztos 3-4 félét gondolunk a világról, nem beszélve a magyar belpolitikáról. Tehát a legfontosabb, hogy a magyar politikának szerintem közösséget akarni, szerveznie nem szabad. Hiszen vannak működő közösségei a magyaroknak, New Yorktól, nem tudom én, Kanada különböző részéig, az Egyesült Államok keleti és nyugati partvidékein. Ezzel együtt az fontos, és ezt el kell fogadni, hogyha egy kormány erre többet költ. Ugyanazért ebben a világban azt is látni kell, hogy ennek sok ok miatt van egy inkább jobboldalibb beágyazottsága, politikai értelemben jobboldali beágyazottsága, ezzel én nyilván tudok egyetérteni. Ezzel együtt szerintem a kormány színezettől függetlenül kell tudni kezdeni ezzel a kérdéssel valamit, akár csereprogramok révén, akár egyébként annak deklarálása révén, hogy a választójogi státuszkóban a jogosultságok elvonása az Együttnek nem célja, a mi választási programunkban ez benne volt, hogy bármikor korán később hatalomra kerülünk, nem fogunk ezen változtatni, a rajtunk múlik, azzal együtt, hogy nyilván mondjuk éppen a választójog kérdésében mi a jogi formán a szavazat leadásának módján változtatnánk, de az meg technikai kérdés, bár nem elhanyagolható, nem kevéssé fontos. Elképzelhetőnek tartja, hogy a magyarországi pártok között létrejön egy hosszú távú megegyezés, egy konszenzus alapuló megegyezés a diaszpora kérdésében, mint ahogy az a finneknél például az oktatás területén megvalósult? Fontos kérdés, jó példa erre a finn példa, ugye szerencsések történelmi országok bizonyos kérdéseket ki tudnak ragadni ideig, óráig a pártpolitikai küzdelemből, ugye az a pártpolitikai küzdelemből, amely egyébként szerintem jó dolog, mert a politika konfliktusaiból azért szerencsés esetben jó dolgok jönnek ki, vagy a társadalom sokfélesége reprezentálódik, és ugye azért most a finn példára tudjuk, hogy éppen most ott kell egy tempót váltani az oktatási rendszer ügyében, mert azok a reformok, amik az elmúlt 3-4 évtizedben mentek, most egy holdpontra jutnak, és egy új lendületet kell venni. De értettem a kérdésének a lényegét. Én azt gondolom, hogy van egy előfeltétele a konszenzus megteremtésének, legalább kettő. Az egyik, hogy most a magam politikai közösségével, általában a progresszív oldallal, a magyar balközép oldallal kezdjem, hogy szerintem a mi pártjainknak is, amely sokféleség vagy sok pártos szakadtság ebben a formában nyilván hosszú távon fenntarthatatlan, nekünk az a felelősségünk, hogy deklaráljuk, hogy ez nekünk is fontos. Ne engedjük meg a Fidesznek, ne engedjük meg a jobboldalnak, hogy alappal vitassa el azt, hogy nekünk ezek a kérdések fontosak-e vagy nem, hiszen az elmúlt évtizedekben sokszor az a politikai közösség, amelyhez én magam tartozónak vallom magam, nem tette arról, hogy értsék
egyébként a határon túli magyarok, akár Párciumban, akár Erdélyben, a tömb magyarság, vagy a szorvány magyarság területén, akár a diaszpórában élők, hogy azt higgyék, hogy a balközép gondolkodások számára is fontos ez a kérdés, hiszen egyébként ugye Kanadában is, és az Egyesült Államokban is, vagy akár Ausztráliában is egész biztosan élnek értékrendileg, erkölcsileg, politikai hovatartozásilag balközép hovatartozású emberek, akik ha szavaznának, szavaznak, akkor nem biztos, hogy a jobb oldalra szavaznak. Ezek a deklarációk, ezek a szimbolikus gesztusok bizonyosan megtörténtek azon a szinten, hogyha egy, nem tudom, Kanadában látogatott egy miniszterelnök, akkor a fogadáson biztos ott voltak a diaszpórák képviselői, hol mosolyogtak, hol szomorkodtak, de ennél nyilván több kell, például költeni is kell erre a kulturális és közösségi kapcsolat építésre. Szerintem ez a fontos dolog, hogy ez legyen deklarálva. Mi az együttben a világos határon túli stratégiával rendelkezünk, erre a Haza és Haladás Alapítvánnyal dolgoztunk ki még 2013-14-ben egy átfogó stratégiát, ez interneten elérhető a Haza és Haladás Alapítványnak az oldalán, ebben Ravasz Ábel segített, aki nem biztos, hogy önök számára ismert, ő egy eléggé középen álló felvidéki szlovákiai magyar értelmiségi fiú, aki érti ennek a dolognak a kontextusát, nem egy nemzeti jobboldali politikai pozícióból, hanem inkább egy centrista mérsékelt politikai pozícióból értelmezi. Ez a programunk, ez foglalkozott a választójoggal, foglalkozott az oktatási nevelési támogatással, ami mondjuk a határon túli magyarság közvetlen szomszédságunkban levő területen nagyon fontos, de foglalkozott a diaszpóra kérdésével. Mondok egy példát, rögzítettük, hogy a MÁÉRT-ben úgy kell ezt intézményesíteni, hogy ne adjon okot jobb és baloldali ízlések szerinti politikai szelekcióra. Mi felvetettük a programban, hogy a Balassi Intézet egyébként hol működő, hol nem működő munkájába lehetne integrálni a diaszpórát érintő kulturális támogatásokat, hiszen ott egy kulturális imázs formálás folyik a határon túli intézetekkel együtt, és lehet, hogy az jobb lenne. Most nem akarok belemenni, van erről szakpolitikai mondanivalónk, általában azt szokták gondolni, hogy nekünk nincsen erről, nyilván nem ez van a magyar politika fókuszában, de nekünk erről is van véleményünk, ez hozzáférhető. A konszenzus kérdésének ez az egyik alapja. A másik alapja, ne értse félre, nem tudok erre nem pártpolitikailag reagálni, hogy ma Magyarországon sok kérdésben azért nincsen konszenzus, mert a magyar jobboldal, a populista jobboldal, a Fidesz nem tekinti létezőnek az ellenfelét. A Fidesz politikai kormányzásának az a lényege, arra hozott létre alkotmányt, azért politizál a mindennapokban, hogy megsemmisítse a balközép ellenzéket. Ők nem olyan plurális politikai küzdelmet folytatnak, mint teszik ezt Kanadában, az egyébként kemény konfliktusban levő pártok, és még csak nem is olyat, mint a republikánus pártcsaládja, meg a demokraták pártcsaládja folytat Amerikában, délen és északon, hanem alapvetően a politikai legitimitás megtagadásáról szól. Én nagyon szívesen kötök konszenzust egy megújuló Fidesz-szel majd, hogyha nem fogja megtagadni az én nekem a magyar nemzethez való tartozásomat, hiszen Orbán Viktor pár évvel ezelőtt elmondta, hogy a Fidesz maga a magyar nemzet letéteményese, ami természetesen hazugság. Lehet azt gondolni, hogy én Szigetvári Viktor balközép politikusként, progresszív politikusként nem úgy képviselem a nemzetet, ahogy egy jobboldali politikus azt képzeli, ez egy legitim vita, de azt nem lehet gondolni, hogy én nem tartozom a magyar nemzethez. Tehát szerintem akkor lehet a diaszpórát érintő kérdésekben politika feletti konszenzust kötni, hogyha a magyar jobboldal ebben változtat, és addigra én is megteszem a magamért, hogy a magam politikai oldala változzék. Azért érdekes, amit mond, mert hiszen én hallgattam Mesterházi Attilának, amikor a közös jelölt, miniszterelnök jelöltje volt a választások előtt, és az egy nagyon hosszú beszéd volt, több mint egy órás beszéd volt, abban egyetlen egyszer nem hangzott el az a szó, hogy diaszpóra. Hát ez azt gondolom, hogy Mesterházi Attila felelősség, hogyha majd vele készíti interjút, akkor beszélje meg. Én magam egyébként azt gondolom, hogy ugye abban a beszédben a határon túliakról beszélt, amivel nem azonosítok a diaszpórával, de szerintem kell figyelni a diaszpórára is, hiszen ne értse félre, nem akarom a történelmi gyökereit megtagadni, vagy eltagadni a kanadai magyarságnak, vagy az Egyesült Államokban élő magyaroknak, de hát nekem van olyan kollégám, kolléganőm, akivel 6 éve még együtt dolgoztam a miniszterelnök hivatalban, ma pedig már Ausztráliában élő, egyébként lassan állampolgárságért, kettős állampolgárságértnak a kanada, vagy az ausztrál oldalán folyamodó ember, aki e tekintetben egy friss tagja egy ausztráliai magyar diaszpórának, mert már nyilván nem fog visszajönni. És még csak nem is politikai okokból, hanem úgy alakult az élete, hogy egy önkormányzati hivatalban elhelyezkedett a közigazgatásban. Mindezt arra mondom, hogy szerintem, ha
tisztán reálpolitikailag nézzük a dolgot, kell ezzel foglalkozni, akkor is, hogyha ebből szavazatok rövid távon nem lesznek. A magyar politikai közösség az a világ egészében egy fogyatkozó politikai közösség, nem vagyunk már 15 millióan, és egyébként e tekintetben elemi érdekünk, hogy a hosszabb időre, rövidebb időre, netán örökre, határainkon túlra szorult, illetve más helyeken oda távozott emberek, és itt utalok a diaszpórára, azok érezzék, hogy ők is fontosak a mindenkori magyar kormánynak, ebbe szerintem kell tenni, hogy most Pesten azért, hogy mit mondott, meg mit nem mondott, abban nem foglalkoznék igazán. Kanadában 315 ezer ember vallotta a legutolsó népszámláláskor magyarnak magát. Ugye Amerikában ez több mint 1 millió. Tehát együttesen, hogyha összeveszünk Kanadát meg az Egyesült Államokat, lehet, hogy több magyarnak való személy van, mint mondjuk Erdélyben. Tehát úgy gondolom, hogy összességében még sincs kellő hangsúly fordítva ezekre a kérdésekre Magyarországon. Tehát egy olyan fajta magyarság él a diaszpórában, amely létszámában tekintve ennél sokkal nagyobb figyelmet érdemelne. A másik dolog, hogy a diaszporában élő magyaroknak egy jó része rendkívül hatékonyan integrálódott ezekbe a society-kba, és magas pozíciókat tölt be, és rendkívül komoly szakmai, tudományos és egyéb segítséget tud nyújtani Magyarország számára, hogyha ezek föltérképezésre kerülnének, és ezekkel való kapcsolattartás normális szinten zajlana. Tehát úgy gondolom, hogy van hiányossága a magyar politikának ezen a területen. Ebben önnek azt hiszem igaza van, én néhány héttel ezelőtt, talán már mondhatom, inkább hónappal ezelőtt részt vettem a örményeknek a népirtás történelmi évfordulóján való megemlékezésén, és ott került elő azon a konferencián, hogy hát ugye, ha van összetartó a világban, talán magyarokhoz hasonlóan szétszórt nemzet vagy közösség, akkor az örményeknek a közössége, akik aztán viszont tényleg olyanok, hogyha csak két örmény megtalálja egymást a világnak egy távoli pontján, akkor valamilyen módon közös platformra jut, még lehet, hogy közös gyökereket is fel tudnak fedezni. E tekintetben szerintem valóban kell tudni példát venni. Magyarországon nyilván az a nehéz helyzet, legyünk ebben őszinték, hogy a diaszpóra, és most hangsúlyozottan a diaszpóráról beszélek, nem a határainkon túlélőként elnevezett magyar kisebbségekre, vagy kisebbségi helyzetű magyarokra, hogy hát a diaszpórának ugye több üteme volt, amikor létrejött, és a diaszpóra keletkezésében, beleértve a jelenben keletkező diaszpórát, ugye hát benne van a magyar történelem elmúlt mondjuk 100 évének összes viszontagsága, mert kik Horthy idején mentek emezért ki, kik Horthy után mentek amazért ki, kik 50-es évek elején, 40-es évek végén, nem tudjuk pontosan éppen miért, mert nehéz is lenne szétszálazni, alapvetően üldöztetéssel, a kommunista időszak legsötétebb időszakában. Aztán voltak, akik 56-ban, és most nem mondom föl a leckét, mert nyilván evidenciákról beszélek, és azért pontosan tudjuk, hogy míg vannak, ahol én például biztos nem tenném be a lábamat bizonyos New York-i diaszpóra közösségekben, ahol mondjuk úgy, hogy a nekem tetsző politikai interpretációval ellentétesen vélekednek a 30-as, 40-es évek magyarországi történetéről, miközben egyébként vannak olyan emberek, akik egyszerűen csak az 50-es, 60-as években tisztességes jobboldali konzervatívként az elnyomás elől mentek ki, amelyben lehetnek nekem értékrendi vitáim, nem is biztos, hogy vannak, de az ő helyzetüket meg kell értenem, mert ők egy diktatúra elnyomása elől menekültek el mondjuk 56-57-ben Magyarországról. Innentől kezdve ezt a sokféleséget lehet, hogy más nemzetek is érzik a saját diaszpórájukban, de talán vannak, akiknek egyszerűbb a helyzetük, mert Magyarországon a történelmi viszontagságok, az elmúlt 100 év történelmi viszontagságai rányomták a bélyegüket, majd hogy belekódolták magukat abba, hogy egy megosztott, fragmentált diaszpóra legyen. És ugye, mi a Magyarországon a történelmi nemzet emlékezete az nem egységes, tegyük hozzá, hogy nem is visszakap, hogy az jó lenne, ha egységes lenne, tekintetben én egy progresszív embernek vallom magam ebben is, hogy nem kell egységes nemzeti emlékezet, de a nemzeti emlékezetet konstruáló, alkotó, a létezésükkel és a világban való jelenlétükkel alkotó magyarok, legyenek már Kanadában vagy Budapesten, sajnos sokszor alapkérdésekben nem tudnak közelebb jutni, és ez kell a magyar politikában, ahogy ön mondta az előző kérdésében. Néhány kérdésben egy picit több megértés, lehet, hogy ez még 20-30 évig eltart Magyarországon, amikor létrejön, ez kell ahhoz, hogy legyen egy kicsit egységesebb diaszporát érintő politika. Minden gúny nélkül mondom végül, hogy most egy jó ideig biztosan Fidesz kormány lesz, tehát most már
lassan 6. éve van Fidesz, 5. éve már múlt, és 5 és 1/4, 5 és fél évvel az lassan Fidesz kormánya van meg az országnak, tehát jelenleg a Fidesz felelőssége már jó ideje, hogy mi történik abban az ügyben, ami a diaszporát érinti. Említette, hogy 20 év kell ahhoz, hogy itt valami fajta lehetőségek teremtődjenek, de én meg azt gondolom, hogy 20 év már lehet, hogy 20 év múlva már nem lesz diaszpora. Tehát itt egy picit gyorsabb léptékekbe kéne gondolkodni, és például ugye úgy tudom, hogy minden országgyűlési képviselőnek van lehetősége beadni beadványt, amit ugye a parlament megtárgyal. Tehát akkor például miért nem élnek ezzel, akár önök, vagy akár más pártok, vagy akár miért nincs kezdeményezés? Hát ebben, hogy mondjam, ebben az ügyben tiszta a lelkiismeretünk, de értem, amit mond. Ugye van most egy már nem kétharmados, de majdnem kétharmados többsége a Fidesznek. Az elmúlt ciklusban, ami most már több mint egy éve tart, egyetlen egy olyan ellenzéki módosítót, egyetlen egy ellenzéki politikai kezdeményezést nem támogatnak a fideszesek, amiben lehetne egyetérteniük velünk. Ők ezt politikailag opponálják, ismétlem. Nem arról van szó, hogy nem értenek egyet szakpolitikai gazdal, amit mi gondolunk a világról, hanem ők azt mondják, hogy mi nem vagyunk legitimek. Ez nem történik meg Kanadában, nem történik meg az Egyesült Államokban, mert mindkét országban elég komoly, felhevült politikai viták folynak a mindennapokban. Ez az alapkérdés. Ha azt kérdezi, hogy a szakpolitikai gondolatainkban benne van ez, én azt tudom mondani, hogy amikor a határon túli ügyekről tágabb értelemben benne a diaszporáról kellett gondolkodni egy program szintjén, akkor mi tisztességgel elmondtuk, mint együtt a magunkét. Bajnai Gordon alapította a pártunkat, ő most háttérbe vonult, mi ebben elmondtuk a magunkét, annak az tartalmazza annak az alapét, amit mi ebben az ügyben a máértól elkezdve, a szavazati jogon keresztül, akár a diaszpora kulturális és egyéb megmaradásáért támogassuk. Amikor én 20 évet mondtam, én akkor arra mondtam, hogy mikor lesz Magyarországon talán picit több konszenzus ilyen kérdésekben. Önnek abban igaza van, és ezt egyáltalán nem vitatom, hogy a jelenlegi helyzetben pont az ilyen megmaradásért többet kell tenni. Többet kell tennie a magyar kormánynak. Ebben én nem tudok olyan kezdeményezésre, amelyen ne tudtunk volna egyetérteni ilyen kérdésben, de a Fidesz a magyar diaszpóra ügyét azt a jobb oldal ügyének tekinti, nem tesz kísérletet arra, hogy politikai konszenzust építsen, és e tekintetben szerintem a nagyobb pártnak is van felelőssége. Rajtam, az együtt politikusán biztos nem múlik az, hogy ilyen kérdésekben együttműködés legyen, de ennek fel kell ölelnie a határon túli szavazatjogot, vagy hogy hagyd mondjak önnek még egy kérdést, bár ez nem a diaszporát érinti, engem kifejezetten sért, hogy Szlovákiában, Felvidéken van egy sikeres kétnyelvű, kétidentitású párt, a Híd Most, és a Híd Most, amelynek Bugár Béla az elnöke, rendszeresen nem kap meghívást a Máért ülésére, mert őket Semmilyen Zsolt és Orbán Viktor nem tartja a magyarság megfelelő letéteményesének, ami szerintem elhibázott dolog. És ezt csak arra mondom önnek, hogy ma szerintem ebben a magyar politika jobb oldalnak nagy felelőssége van, abban van nekünk felelősségünk, mert én például ismerem mondjuk, hogy mondjak egy nevet, Gölner Andrást, hogyha már olyat mondjak, aki Kanada környékén él, aki tudom, hogy aktív magyar közéleti tevékenységet folytat, hogy amikor ott járunk, akkor azokhoz az emberekhez jussunk el, akik politikailag a mi világunkhoz tartoznak. Most ezzel szegény Gölner Andrást kicsit megbántom talán, de talán sorolhatom őt a inkább magyar progresszióhoz, centrista progresszióhoz tartozó embernek. Szerintem ebben minden pártnak azon közösségek irányában van dolga, akik közel állnak hozzá. Önnek az előző mondataiban igaza volt, hogy talán ezt a magyar balközépoldal kevésbé csinálta, de ezen változtatni kell. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy nem éppen a leghelyesebb ez a szemlélet, amit most elmondod, hiszen az itt élő magyarság nagy része nem politizál. Tehát mi egyszerűen csak megpróbálunk magyarok lenni. Tehát mi a magyarságunkat szeretnénk itt megélni, ami ugye egyrészt kultúrában kifejeződik, egyrészt az országhoz való ragaszkodásunkhoz. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy itt például Kanadában nem csak magyarországi magyarok vannak, hanem vannak felvidékiek, bácskaiak, erdélyek, székelyek. Tehát itt azért idézőjelben mondhatom, a nagy Magyarország itt összejött. Tehát ugye itt ez a maga kulturális különbözőségével, meg politikai szemléletével együtt, de azt gondolom, hogy az itt lévő magyarok nem elsősorban politikailag közelítik meg magyarságukat. Tehát lehet, hogy ez... Ebben önnek pont azt gondolom, hogy a tömegek tekintetében teljesen igaza van, hiszen
pont azok, akik a mindennapokban megélik a dolgot, szüleikkel esetleg, rokonaikkal még magyarul is ápolnak, nyelvi kapcsolatokat, vagy valamilyen módon közösségi szinten, akár csak a nemzeti ünnepek szintjén, vagy bármilyen módon de ezt megélik, azok nyilván nem azt követik, hogy Magyarország egyébként nem túl dicsőséges belpolitikájában milyen küzdelem folyik. Lehet, hogy van véleményük erről, arról, lehet, hogy van információjuk, igaza van önnek. De ebben az ügyben ez nem a napi pártpolitikai küzdelmeknek a része, ebben csak egyet tudok önnek mondani, hogy ebben az ügyben mi program szinten elmondtuk, amit gondolunk, ez nyilvánosan hozzáférhető, benne van a diaszporára vonatkozó, azon is a programban, amit mi erről gondolunk, ezt szakértő írta, olyan ember, aki érti ezt a területet, ezen túlmenően, hogyha a kormánynak bármilyen kezdeményezése van, nem hiszem, hogy ebben az ügyben mi lennénk az akadályozója annak a dolognak, hogy javaslatot tegyen. A költségvetés, amennyire én tudom, a költségvetésben ilyen költségvetési sor nincsen, ezt a magyar kormánya a különböző kereteiből, főleg a kulturális területről szakítja ki, abban is valószínűleg igazon lehet, hogy erre többet is lehetne költeni. Nyilvánvalóan ebben az ügyben szerintem van egy felelősség, én most annyit tudok arra mondani, amit ön mond, hogy én ezt a felelősséget értem, és nem tekintem nem létezőnek ezt a problémát. Én úgy tudom, hogy a nemzetpolitikai államtitkárságnál vannak ezek az összegek, illetve ők szervezik például a Körösi Csoma programot is. Na most a Körösi Csoma program ugye egy-egy ösztöndíjasnak a kiküldése különböző helyekre, most az idei évben én úgy tudom, hogy Nyugat-Európa lett főleg megcélozva, de ettől függetlenül 16 ösztöndíjas jön Kanadába például. Egy-egy ilyen embernek a költsége durván 10 millió forint, ami nem kevés. Tehát ugye fölmerül a kérdés, hogy ezekkel kapcsolatban, de ugye ezeket a pénzeket nem az itteni szervezetek kapják, hanem azokon az ösztöndíjasokon keresztül, mint tudás, vagy egyfajta segítségnyújtás valósul meg. De fölmerül az a kérdés, hogy ugye a nemzetnél, tehát hogyha Magyarországban gondolkodunk, és az itteni magyarságban, egyfajta kulturális tevékenységre szükség lenne. Tehát egyfajta kulturális támogatásra Magyarország részéről, hiszen ott van a kultúra, nem itt, tehát nem a kisebbségben. Ugyanakkor a másik, ami fontos dolog, hogy meg kell tanítani az itteni embereket magyarul, amihez tanárok kellenek, könyvek kellenek. Itt a diaszpora megpróbálja önmagát megvalósítani, mert például Toronto és környékén van 3 általános iskola, van egy gimnázium, ugye ezek nyilván csak hétvégiek, de ettől függetlenül azok az emberek, akik minden szombaton elviszik a gyereküket 40-50 kilométerre, meg Kanadában nagyok a távolságok, az én úgy gondolom 10-12 éven keresztül óriási felelősségtudatról tesznek tanúbizonyságot magyarságukkal kapcsolatban. Tehát én úgy gondolom, hogy visszatérve az eredeti kérdésre, én még mindig azt érzem, hogy a pártok mostoha gyerekként kezelik, és csak deklarációs szinten lehet legfeljebb mondanak valamit, de nincs kezdeményezés. Tehát ön itt elmondhatja azt, hogy létrehoztak egy programot, és ebben a programban szakpolitikusok kidolgozták azt, amit kidolgoztak, de ugyanakkor miért nem lehet ezt érvényesíteni a parlamenti munkában? Én hiszem, hogy fontos dolgok vannak, a kerítésépítés, meg egyéb dolgokról mennek a viták, de vannak olyan dolgok, amiben konszenzusra lehetne jutni, és ebben én azt gondolom, hogy akár önnek, akár a pártjának lenne lehetősége tenni. Ebben önnek igaza van, valószínűleg mindig lehetne többet tenni. Én próbálom azért kihúzni a fejem a magyar politika mocsarából, és más kérdésekben is véleményt mondani, én nemrég jártam Berlinben, és nem ilyen kérdésekkel foglalkoztam, vagy másutt a világban. Én azt gondolom ebben, nem tudok önnek mit mondani ebben tovább. Abban biztos vagyok, hogy nem rajtunk múlik. Szerintem ebben a kérdésben ma Fidesz ezt a kérdést sajátjaként kezeli. A mai politikai helyzetben, és értem, hogy ez a magyar diaszpórában élő magyarokat nem érdekli, vagy feltétlenül nem hagyja át, de azt tudnia kell, hogy ma Fidesz ezeket a kérdéseket a saját gyaként kezeli. A diaszpóra kicsit túsza a Fidesz kisajátító politizálásának. Ő mondja ezeket az ösztöndíjasokat, eszébe ne jusson, hogy ezek átlátható pályázatokon mennek. Eszébe ne jusson, hogyha én mondjuk tudnék az Együttpárt elnökeként ajánlani egy vidéki szervezetünkből egy olyan tisztességes fiatal pedagógust, aki tudna menni Kanadába, tudna menni Nyugat-Európába, hogy annak bármilyen esélye lenne oda bejutni.
És azt tudom, hogy megint nem kell, hogy önt érdekelje, és azt mondja, hogy oldja meg a magyar politika, egyik kutya, másik ebb. De nekem meg az a felelősségem, hogy önnek elmondjam, hogy nem egyik kutya, másik ebb van. Vannak, akik ma kétharmad környéki parlamenti többséggel rendelkeznek, ők egyébként elhibázott módon a magyar nemzet letéteményeseként hirdetik önmagukat, és azt állítják, azt hazudják, természetesen ez az én véleményem, de szerintem azt hazudják, hogy kizárólag ők azok, akik a nemzet ügyeiben Isten által elrendelten itten letéteményesei annak, hogy mondjanak bármit, és innentől kezdve nem beszélnek az ellenzékkel arról, hogy van valami kezdeményezés, kísérlet sincs arra, hogy ők egy egységesebb politikai konszenzuson alakuló dolgot tegyenek, én futhatnék a politikai konszenzus irán, tudja, de az a helyzet, hogy ennél félre ne értse, ezerszer fontosabb kérdésekben sem hajlandó a Fidesz velünk politikai konszenzust építeni, már pedig ennek nem én vagyok az akadálya, hanem az, hogy a Fidesz erre nem nyitott. Lehet, hogy majd egyszer lesz olyan jobb oldal Magyarországon, amely erre nyitott lesz. Egy a fontos. Ha a bal középoldal kerül kormányra, én a magam pártja nevében azt tudom mondani, hogy a korábbi hibákkal szembe tudtunk nézni, átérezzük. A politikai hovatartozástól függetlenül fontos, és a politikában lehet, hogy napi politikában állást nem foglaló a diaszporához tartozó magyaroknak a jelentőségét, azt rendszeresen valószínűleg fenntartható módon a költségvetési helyzetben nyilván tisztességes alkukat kötve, de kiszámíthatóan kell finanszírozni, a pályázatokat nem pofára kell elosztani hazai kedvezményezettek között, és egyébként meg amikor magyar politikus külföldre, főleg diaszporával érintett területre látogat, akkor meg kell adni a tiszteletet. Meg kell adni azoknak, amelyek jobboldali közösségek, de el kell fogadnia mindenkinek, egy jobboldali politikusnak is, ha vannak mondjuk New Yorkban, vagy más városokban, netán Kanadában, vagy Ausztráliában, baloldali politikai identitású közösségek. Én ebben azt látom, hogy mind a két oldalnak van hibája, mert ebben mindig valóban a múltnak egy legitim, de kicsit köldöknéző értelmezéséből indul ki, és megy a szokásos alapvita Magyarországon, vagy Magyarországon kívül, hogy akkor ki a rendes magyar, márpedig az én unokáim szeretném, hogyha olyan világokban élnének, ahol már nem ez a kérdés, hanem valóban meg lehet őrizni néhány százezer magyar a közösségnek a határainkon kívül is. Igen. Talán azt gondolom, hogy itt Kanadában egy nagyon érdekes szituáció van, hiszen a kormány az konzervatív, még Ontario-ban a kormány ugye liberális. És mégis ebben a szituációban nyugodtan tudunk élni. Én megmondom őszintén, lehet, hogy ez szégyen, de én például azt tudom, hogy ki a pénzügyminiszter az országnak. De fölmerül a kérdés, hogy kell nekem tudni, hogy ki a pénzügyminiszter ennek az országnak? Hát magának szerencséje van szerintem azzal az országgal, ahol életekintetben, mert ugye voltak azért ott is a politikai közösséget megúszó viták, a quebeci népszavazás vagy hasonló, de azért az egy jól működő ország, ahol váltottak kormányt az utóbbi években, de működik az ország, megy előre, van egy geopolitikai szituáció, amelyben kulcs szerepe van, hiszen hatalmas kiterjedésű, jól bánik az energia és egyéb erőforrásaival, és egyébként hát azért a világ élhetőbb városai közül nem csak egy, nem csak kettő van a világ legjobb városai között ott, ahol ön él most jelenleg abban az országban. Ez szerintem példa mindenfele, és bár nyilván az amerikai-kanadai viccekben mindig a kanadaiak a vicceknek a sújtottai, de azért szerintem, aki reálisan látja ezt a dolgot, pontosan tudja, hogy akár innovációban, akár egyébként élhető multikulturális közösségekben Kanada a maga sokféleségével példát ad, és ennek igaza van. Ezt szoktuk mi is mondani Magyarországon, hogy szeretnénk végre egy olyan országban éljünk, még Svájc ilyen Európában, hogy senki nem tudja ki a pénzügyminiszter, és boldogság van, mindenki teszi a dolgát a közösségben. Lehet, hogy nem egyfélét gondolnak a világról, lehet, hogy sokfélét, de mégis ez van. Ez igaz, Magyarország nem ilyen ország jelenleg. Ennél fontosabbnak tartom, hogy egyáltalán néhány kérdésben tudjunk politikai nyugalmat teremteni, ma nem adottak erre a feltételek. Köszönöm szépen akkor az idejét és a lehetőséget, hogy tudtunk erről szót váltani. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget máskor is. Viszontlátásra. Viszontlátásra.